Kukorékolás tette igazán autentikussá a vásári hangulatot, galambok, tyúkok és kakasok, valamint bárányok köszöntötték a piacra igyekvőket csütörtök délelőtt. Számos gyerekcsoport jött el azért, hogy megismerjék a környék termelőit és kereskedőit. Az ötlet a Borbás kerttől származik. A gazdálkodók évek óta sokat tesznek azért, hogy népszerűsítsék a piaci bevásárlást a gyerekek körében. A Borbás kert a mostani programok szervezéséből is kivette a részét, és a gyümölcslé készítő gépükkel is kitelepült a piacra azért, hogy megmutassák, hogy készül az egészséges ivólé. Ezek teljesen naturtermékek, hidegen sajtolt, pasztörözéssel tartósított gyümölcsledek, ezekben vizet, hozzáadott adalékanyagokat nem tartalmaznak. Ezek 100%-ban a gyümölcslevét tartalmazzák csak. A Németh László Általános Iskola egyik negyedikes osztálya is eljött a piacra. Az egyik diák, Tamás Viktória azt mesélte, szüleivel gyakran vásárolnak itt, és gyümölcslevet is sokszor fogyaszt, de azt eddig nem tudta, hogy hogyan készül. Először bele kellett dobnunk a almát, azt ott megmossák a gépben, utána azt kipréselik, és állatokkal is megetetik. Utána pedig, amikor elkészült a kicsi almadarabok, akkor abból forró almalé készül. A látogatók meg is kóstolhatták a gyümölcslét, de a termelők zsíros kenyérrel is kínálták őket, valamint frissen sütött fánkkal zöldség, gyümölcs és füstölt álú kóstolást is tartottak. A tavasz köszöntő program célja az volt, hogy a vásárlók megismerjék a környék gazdálkodóit, és szívesen válasszák a helyi termelők portékáit. Gyerekeket megismertetni a egészségesen előállított friss alapanyagokkal, amik helyben termelődnek. Tehát itt nem hosszú szállítási költségek rakódnak rá, hanem itt a gazdák, és igazából, ha ők felnőnének, vagy otthon, ha van kertjük, akkor ezt meg tudnák termelni ők is maguknak, és ezt az egészséges élelmiszert tudnák fogyasztani. A gyerekeket a tavasz köszöntő ünnepen számos kézműves foglalkozás is várta.